jogellenesen adná el a kelenföldi város központot 2 milliárd forintért a fővárosi és az újbudai önkormányzat, így megszűnhet a budapesti művelődési központ, Újbuda legnagyobb könyvtára, helyi piac és számos üzlet szolgáltató. Az újbudai szivárvány koalíció összes képviselője által megszavazott kiárusítás pályázati kiírása szerint, idézem, az üzletközpont összes épülete elbontható. 9 szintes irodaház is épülhet a jelenlegi 1-2 szintes emberléptékű épület helyére. Az eddig napsütötte bikás parkra is árnyékot vetve. A Mi Hazánk mozgalom viszont inkább rendelő, bölcsöde, óvoda és iskola építését követeli a túlnépesedő Újbudán, ezért aláírásgyűjtést is indítunk a kiárusítási kísérlet ellen a mihazánk.hu/Újbuda megtelt oldalon. 48 ezer négyzetméternyi iroda és lakás épülhet itt a Bikás Park szomszédságában, 9 szinten, az Etele és a Tétényi út sarkán, az így is túlépített 11. kerületben, infrastruktúrális fejlesztések előírása nélkül. Az Újbuda önkormányzatától érthetetlen módon, vagy nagyon is érthető módon eddig is több 10 millió forint közterület használati díjkedvezményt kapott, hamarosan megnyíló Etele pláza lobbija lehet a konkurens kelenföldi városközpont megszüntetése. Bár itt a régi üzletek és szolgáltatók évi 173 millió forint plusz áfa bérleti díjat fizetnek évente, a tulajdonos önkormányzatok ezt nem fejlesztésre, még csak nem is állag megóvásra fordították ciklusokon át, így elhanyagolt, méltatlan állapotba került a kelenföldi városközpont. Ugyanilyen ciklusokon átívelő leépítéssel tették tönkre az albertfalvi piacot, melyet aztán idén júniusban úgy szavaztak meg eladásra, irodaház építésére, a Putyin pénztárosának is tartott Megdett Rahim Kulov fia, aki testvérével együtt a leggazdagabb magyarországi családnak tartanak, pontosabban egyik cége, a Startimo Kft. Számára, hogy az elvileg nem nyilvános értékbecslés által meghúzott 360 millió forintos határt arcátlanul súroló, véletlenül épp 361 milliós ajánlattal győzött az orosz oligarha a DK fővárosában. Most az újabb jogellenes kiárusítás van napirenden, mivel telek épület nem lakás célú helyiség értékesítése nettó költségvetési soron 2021-re 1.667.500.000 forint van előirányozva, de azt már eddig is bőven túllépték, tehát a költségvetési rendelet szándékos áthágását tervezik, többszörösére növelve a közösségi vagyon eladásának megszabott mértékét. Így ráadásul újabb túlépítések és betelepítések is várhatóak. A szomszédos Bikás Park napsütötte részét is csökkentve, a gépkocsi terhelést a végletekig fokozva. Pedig két éve azzal kampányolt a szivárvány koalíció, hogy Újbuda megtelt, és inkább fákat ültetnek majd a magukat jámbor városszépítőnek beállító politikus bűnözők. Ezzel szemben láthatjuk az újabb, ráadásul törvénytelen, és a kitűzött több milliárd forintos induló árnál valójában a többszörösét érő ingatlannak az elkótyavetyélését, miközben semmilyen fejlesztést a népesség, a túlnépesedő kerület által igényelt infrastruktúrális intézményi fejlesztéseket azt nem látjuk. Nem létesülnek rendelőintézetek, játszóterek, bölcsödék, óvodák, iskolák, csak az újabb túlépítéseket látjuk, pedig Újbuda már valóban nagyon megtelt.